Cirkény Színház Anyám tyúkja darabját szeretném ajánlani nektek. Nagyon-nagyon fontos alapmű akár általános iskolásoknak, akár középiskolásoknak. Az első részben, az Anyám tyúkja egyben legalább 100 alapvers hangzik el. Ahogy Mácsai Pál fogalmazott, az elsőnek az volt a tétje, hogy vajon az embereket érdekli-e azt, hogy színészek verset mondanak. Hát bebizonyosodott, hogy nagyon is érdekli őket, hiszen mindig teltházzal játsszák. A másodiknak pedig az volt a tétje, hogy ne húzzanak le még egy bört ugyanarról a rókáról. És hogy mikor játsszák? November 9-én és 10-én, csütörtökön és pénteken. November 4-e van, és ma van a premierje a Fővárosi Nagycirkuszban a Csoda Gömb című előadásnak. Most bemegyünk, és megnézzük, hogy milyen attrakciókkal és csodálatos, különleges bemutatóval készültek a karácsonyi hangulatú Budapest számára ezúttal a Fővárosi Nagycirkusz nagy érdemű művészei. Mindjárt kezdődik az év legnagyobb eseményeit a Fővárosi Nagycirkuszban. Kedves vendégeim, szeretettel köszöntelek benneteket cirkuszi nagycsaládunk karácsony ünnepségén. Közeleg a karácsony. Ilyenkor az emberek szívében mindig béke és nyugalom költözik. És karácsonykor az állatok mindig valóra válnak. Az álmok megvalósulásáról szól. Azt kerestük, hogy egy gyereknek milyen álma lehet. Mi az, ami a cirkuszban megvalósulhat? Mi a cirkuszi gyerekek álma? Álmodik-e a 4 éves Priscilla, hogy a papája elefántjának a hátára ülhessen fel? Álmodik-e róla, hogy ugyanúgy hajoljon meg, mint a mamája a színpad közepén? Álmodik-e az Üzbegisztánból ideérkezett 10 éves kisfiú, hogy fölrepülhessen a levegőbe, hogy a papája nyakába kapaszkodva végig repüljenek a manés felett? Ha ezeket az álmokat megvizsgáljuk, akkor csupa-csupa olyan álmokkal találkozunk, amelyeket mi otthon magunknak is megálmodhatunk, és hogyha nagyon akarjuk, akkor megvalósul. Erről szól a Csoda Gömb, a karácsonyi Fővárosi Nagycirkuszi előadásunk. Gyertek el, nézzétek meg, klassz! Idén ünnepli 5. születésnapját a Jurányi Ház, úgyhogy minden héten van egy ünnepi esemény. Ezúttal november 11-én a Mesehabbal című gyerek délelőttöt ajánljuk nektek sok szeretettel. Itt vagyunk a Jurányiban, méghozzá a Hencsergőben, lenne a kávézó részen. Tabajdi Györgyivel találkoztam, aki a Mesehabbal című délelőttöknek a főszervezője. Hello, Györgyi! Hello, sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz most Mesehabban legközelebb? Legközelebb most szombaton, november 11-én 10-től 1-ig várjuk a kedves érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Mi a program? Program Veszprémi Kabóca Színház egyik meseelőadását hívtuk meg, a Hét Királyfi címűt, amit Székely Andrea rendezett, és ezzel kapcsolatosak lesznek az egyéb kiegészítő programok, úgy, mint a Kisladiknak a közműves foglalkozása, illetve a kamarateremben a színműveletek interaktív dráma foglalkozása, és emellett a kicsiknek pedig a mocorgó szobát ajánljuk, ami hétköznap mini bölcsiként üzemel.